mikor alakult a tanács, és melyek a főbb célkitűzései? A tanács elég régen kezdődött szerveződni. Igazából megalakulni 2,5 hónapja alakult meg. A főbb célokról nagyon sok mindent kellene elmondanom, és azt hiszem inkább röviden kellene beszélni róla. Szeretnénk magyar bajnokokat, nemzetközi bajnokokat, Európa bajnokot, világbajnokot, és hál' Istennek most lehetőségünk nyílt a VMTC-be Tájföldre egy tagságra, a világszövetségi tagságra, és ott ranglistás, azaz világbajnoki mérkőzéseket játszani. Kik alakították a tanácsot? Melyek azok az egyesületek, akik részt vesznek ebben a szerveződésben? Ez kemény kérdés. Hát kiemelem a Ronin Sportegyesületet, az Old Man Gym-et, a Sütokály az Dunaújvárosból. Valakit nem mondtam, Kurdi Gym, az Budapest és a Miklós is a sok Szigetszámiklossal. Kiket vártok a tanácsba, az egyesületbe? Mindenkit. Mindenkit, aki elfogadja a Thai Box szabályrendszerét. Ez annyit jelent, hogy senkinek nem mondjuk azt, hogy nem versenyezhet, nem léphet be a tanácsba. Mindenki, aki úgy érzi, hogy van olyan embere, akit akár nemzetközi szinten is tud szerepeltetni. Ez, végül is ez a cél. Back with another one of those rock and beats.
rock, rock and beat. Milyen világszervezetekkel próbáljátok meg fölvenni a kapcsolaton? Az előbb említettem a World Muay Thai Council-t, a VMTC-t. A szóvivője az a hátam mögött ülő Summit Muramon, aki maga is versenyző volt, mint 160 meccset játszott eddig, és állítólag nem sokat vesztett. Van még a VMT, a World Muay Thai Association Hollandiában, a World Kickbox Association szintén Angliában, Birminghamben székel, aminek én vagyok a helyi magyarországi szóvivője. Azt hiszem, hogy megpróbálunk egy amatőr világszövetséghez is tartozni. Ez egy kicsit nehezebb, mint a fél amatőr vagy a profi világszövetségek. Mik az esélyek, hogy magyar versenyző ezeknek a világszövetségeknek bajnoka lehet? Én 2 évet adok arra az egész szervezetnek, hogy föl tudja mutatni egy Európa-bajnoki címet, vagy egy világbajnoki címet, de még létezik interkontinentális kupamérkőzés. 2 év. 98-ban 4 fordulósra tervezett magyar bajnokság lesz itt Magyarországon, vagyis hát szeretnék magyar ezben a 4 forduló alatt bajnokot avatni. Ez nem tudom, valószínűleg szakavatottak fogják nézni a műsort, ez annyit jelent, hogy a 4 fordulóban el fog dőlni, hogy ki fog a döntőbe kerülni, és ki fog elvinni a bajnoki címet a súlycsoportokban. Ami várható egy év múlva, pont egy év múlva lesz novemberben. Tehetséges fiúink, akik most mérkőznek az angol ellenfelekkel, és Üveges Szilárd, akinek rettenetes nagy akarat ereje van. Szerintem ő 2 éven belül világbajnok lehet. Demendi Henrik, akit fogunk látni mérkőzni ma este. Ennek van tehetség. Van tehetség, van akarat. És ha így folytatják, akkor megnyerik azt, amit már rég szerettek volna, amihez nem kaptak elég segítséget. És ezért alakult a tanács, hogy ezeknek a srácoknak, akik meccsezni szeretnének, tudjam szervezni. Tudja a mérkőzést lekötni.
Hongkongi világbajnokságról hazérkezett VTF. Zászló 170 centi, mindössze 1 centivel alacsonyabb.